Pénteken terjeszti a brit parlament elé a Nagy-Britannia kilépési feltételeit rögzítő megállapodást az újonnan megválasztott brit kormány. Ezzel Boris Johnson kormánya még karácsony előtt újra kezdeni a Brexitről szóló parlamenti vitát, és január végéig kiléptetni az országot az Európai Unióból. A parlament pénteki alakuló ülésén Boris Johnson kijelentette, a jelenlegi az egyik legjobb és legdemokratikusabb parlament az ország történelme során. Bejelentette azon tervét is, mi szerint pénteken a parlament elé terjesztik vitára az Európai Unióból való brit kilépés feltételeit rögzítő megállapodást. Időközben megtartotta első kabinetülését is Boris Johnson újonnan megválasztott kormánya. Az ülésen a miniszterelnök a konzervatív párt elsőprő többségű győzelmére utalva kijelentette, hogy ezt a kabinetet a nép választotta. A szavazók megváltoztatták ezt a kormányt és a pártunkat, és a belénk vetett bizalmat most ki kell érdemelnünk azzal, hogy mindent megteszünk, hogy a javára változtassuk ezt az országot, jelentette ki Johnson, hozzátéve, hogy a kormánynak azokkal az ügyekkel kell foglalkoznia, amelyek az emberek számára fontosak. Sokkal keményebben kell dolgoznunk, mint valaha, mert az embereknek nagyon magas elvárásai vannak, amiknek meg kell felelnünk, hogy végrehajtsuk a nekik adott ígéreteinket, mondta a miniszterelnök. Johnson hangsúlyozta, hogy a szociális ellátás kórházak építése és a közbiztonság megoldása is kiemelten fontos része a kormányprogramjuknak.